Június 8-án az Egri Kossuth Zsuzsanna középiskolában rendezte meg a második Hevesvármegyei 3 x 3 kupát a Hevesvármegyei kosárlabda szövetség. A tornán két korosztályban 12 csapat versengett a helyezésekért. Előbb csoportmérkőzéseket, majd elődöntőket és helyosztókat játszottak a csapatok, akik között több alkalommal is szoros csata döntött. A mérkőzéseket javarész szabad játszották, egy kisebb eső után azonban a tornateremben folytatták. A felnőttek között a Béka Fügy a kupagyőztes, amely a döntőben egy ponttal múlta fölől a GMS kovatettet, a bronz élemen Sziszti the csapatáé lett. A juniorok között a Takó lett a végső siker, a második a KOK U18, a harmadik a Sasok lett.